A magyar kriminalisztika történetében még nem volt olyan, hogy az egész cselekménysort hanganyag őrizte volna meg. Le akartam leplezni a visszaéléseket. Nem emlékszem, azt tudom, hogy sírtam. Azt mondták, hogy az volt a baj, túl jó ember voltam. De mert önártatlan? Igen. Én csak vagyok. Olyan, mintha ablakból nézném az életet. Minden hihetetlen, még a mai napig is hihetetlen, hogy ez megtörtént. Köszöntök mindenkit, Vuj Istvrtko vagyok. Ma este egy egészen különleges adást láthattok a magyar kriminalisztika történetének egyik legbrutálisabb eseményéről. Újra nyitom a Csepel aktát. Ez az az emberölési ügy, amelyet rögzített egy diktafon. A felvétel meghallgatása után a rendőrségi szakemberekben nem maradtak kérdések, és mivel hallottam a felvételt én magam is, szóval bennem sem. Most megszólal az ügy szinte összes érintettje. Beszél az egyik áldozat özvegye és árvája, a rendőr nyomozó, aki könyvet is írt az esetről, de nyilatkozik a gyilkos és a felbújtó is. A beszélgetéseket az elsőfokú ítélet után rögzítettük. A végeredményt, vagyis a jogerős ítéleteket elmondom az adás végén. Most tehát kezdünk méghozzá a gyilkosság kronológiai ismertetésével. január 7-én este fél hatályban itt a Csepel-sziget szakképző iskolában lövések dördülnek. Az iskola gondnoka vérzőkézzel átrohan a közeli zöldségeshez, és azt mondja, hogy valaki fegyverrel lelőtte az intézmény vezetőjét és egy tanárt, valamint megsebesítette őt is. Miközben a gondnokot kórházba szállítják, a rendőrség hermetikusan lezárja Csepelt. Mindenki az állítólagos csuklyás gyilkost keresi. De az iskolában a nyomozók hamar rájönnek, hogy valami nem stimmel a biztonsági őr verziójával. Túl sok a nyom, túl sok az ellentmondás. Aztán a rendőrök a fiatalabbik áldozatnál találnak egy bekapcsolt diktafont. Nem maradnak kérdések. A magyar kriminalisztika történetében még nem volt olyan, hogy az egész cselekménysort hanganyag őrizte volna meg. Hallott ezt a felvételt? Igen, hallottam. Milyen volt? Borzalmas. Borzalmas. Ő Csepel korábbi rendőrkapitánya, Vágó Imréné, aki megmutatta nekem a gyilkosság helyszínét. Vágóné évek óta írja könyvét a csepeli iskolai kettős gyilkosságról, amit mára gyakorlatilag be is fejezett, csak a jogerős ítélet hiányzik belőle. A volt rendőrkapitány szerint a bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy az első és másodrendű vádlott egyaránt bűnös, éppen ezért szerinte a bűnügy brutalitása miatt mind a két ember a legsúlyosabb büntetést érdemli. Előre kitervelt gyilkosságról beszélünk, amit két olyan ember követett el, akik úgy gondolták, hogy a tökéletes gyilkosságot fogják megvalósítani, de azon az úgynevezett banánhíjon elcsúsztak. Menjünk vissza ismét a múltba, amit egészen biztosan tudunk. Deme Gábor, az iskola sikkasztással és más pénzügyi visszaéléssel megvádolt gazdasági vezetője találkozót beszél meg az intézmény vezetőjével, Takács Józseffel. Demét a megbeszélésre elkíséri a biztonsági őr K. Tamás, Takács József egy fiatal tanárral, Pap Lászlóval érkezik. A diktafon felvétele szerint negyedórányi békés egyeztetés után a pedellus minden előzmény nélkül fejbe lövi az intézmény vezetőt, majd fél perccel később több lövéssel is kivégzi az addig életéért könyörgő tanárt, Pap Lászlót. A vádiratban az szerepel, hogy Deme Gábor a gyilkossá lett biztonsági őr bűnsegédje. 20 hónappal a gyilkosság után bejutottam a rácsok mögé Deme Gáborhoz, aki a belekészített börtöninterjúm során azt mondta, hogy nagyon megijedt a lövésektől, félelmében cselekedett, és szó sincs arról, hogy ő bűnsegéd lenne, ő csak menekülni próbált. Nem tudtam kijutni az épületből, és visszaindultam fel az emeletre, ahol nyitva volt a folyosóablak. De a gyilkosság után, miközben tudja, hogy két embert megölnek, ön elindul visszafelé oda, ahol a gyilkos áll? Ott a vészkijárata az iskolának. Azon az emeleten. De ott a fegyveres ember is, aki lelőhet. Nem gondolkodtam. Az interjú során Deme Gábor többször is kijelentette, hogy ő ártatlan, semmi köze a gyilkossághoz, valamint azt is mondta, hogy rettenetesen megviseli az, hogy ártatlanul meghurcolták. Milyen az az ítélet, amibe belenyugodna, nem fellebbezne és elfogadna, és azt mondaná, hogy ez reális? Az életellenes ügyben az, hogy mentsenek fel. Nem követtem el, ilyen borzalomra nem vagyok képes. Életemben gyűlöltem az erőszakot. Ismét vissza 2009. január 7-éhez, vissza Csepelre.
A vádirat szerint a gyilkosság után K. Tamás berúgja a számítógépes szoba ajtaját, ahol Deme, saját elmondása szerint félelmében leszereli, elviszi, majd eldobja a biztonsági kamerák képeit rögzítő szervereket. Demét a rendőrök a helyi hipermarket parkolójából viszik vissza az iskolához. Ő azt mondja, ártatlan, a nyomozók nem hisznek neki, őt is és a biztonsági őrt is letartóztatják. Az emberek még mindig keresik a miérteket. Keresik, hogy miért kellett két nagyon tisztességes, becsületes embernek meghalnia. Csepelen Vida Istvánnál vagyunk az egykori csepeli Csepp TV főnökénél. A csepeli TV a tárgyalások legelső percétől mostanáig mindent rögzített, amit rögzíteni lehetett. Tette ezt annak ellenére, hogy tavaly hivatalosan is beszüntették a sugárzást, gyakorlatilag megszűnt a Csepp TV. De Vida István azt mondja, hogy nekik akkor is kötelességük folytatni a megkezdett munkát. Amikor az özvegy először meglátta a gyanúsítottakat, az számomra nagyon megrázó volt. És ahogy közeledünk ugye az ítélet hirdetés felé, úgy látom rajta az özvegyen a feszültséget, nem tudott még megnyugodni. Mivel a legelső pillanatoktól követtem az eseményeket, úgy éreztem, hogy kötelességem ott lenni a tárgyalásokon is. Amikor eljött a legelső tárgyalás napja, Takács József özvegye és árvája már kora reggel autóba ült, mert a vádlottak szemébe akartak nézni. Feszültek és idegesek voltak, de mindenképpen ott akartak lenni a tárgyalóteremben, amit teljesen megtelt operatőrökkel, újságírókkal, hozzátartozókkal és érdeklődőkkel. Én közben kicsi kamerámmal kimentem a folyosóra, ahol szembe jöttek velem a vádlottak. Úr, hogy érzi magát most a tárgyalás előtt? Nem beszélhetek, te idióta. Jó reggelt! Miért nem? Miért nem mondja el, hogy érzi magát? Mert terrorizálnak, nem szabad beszélnem, érted? És ki terrorizálja? Mondja meg nekem. Álljunk meg ott, jó? Deme úr, hogy érzi magát a tárgyalás előtt? Adategyeztetés után Takácsékat kiküldték a teremből, hiszen később nekik is tanúvallomást kellett tenniük. Az özvegy és az árva akkor azt mondta nekem, de legalább elkezdődött. De milyen érzés volt őt, őket látni? Nagyon rossz. Sok idő telt el azóta. Németh Nándor bírói tanácsa sok tanút és szakértőt hallgatott meg, és rengeteg dokumentumot értékelt. Közvetlenül az elsőfokú ítélet előtt ismét felkerestem a gyászoló családot. Iszonyúan ki vagyok. Úgy érzem, hogy minden tartalékomat feléltem, és idegösszeblokkolás határát mondhatom. Takács József özvegye, Marika nem is tagadta, hogy rettenetesen megviselték az események. Mégis úgy érezte, hogy meggyilkolt férje miatt neki kötelessége ott ülni a tárgyalóteremben, így tanúvallomása után minden egyes tárgyalási napra elment. Annak ellenére is, hogy mindvégig tudta, régi életét már nem kaphatja vissza. Én csak vagyok. Olyan, mintha ablakból nézném az életet, mert minden hihetetlen, még a mai napig is hihetetlenül ez megtörtént. Édesanyjával együtt Takács Mónika is mindvégig azt mondta, hogy teljesen kizárt, hogy Deme Gábor ártatlan lenne. Milyen ítélet az, amire azt mondja, hogy jogos, elfogadja és megnyugvást hoz önöknek is? Hát a életfogytiglan. Igen. Az életfogytiglan, de mind a kettőnek. Évek teltek el. A jogerős ítélet, ahogy mondtam, egy hónapon belül várható. Folyamatosan foglalkoztam az üggyel, mert érdekelt, hogy hogyan is történt a magyar kriminológia történetének egyik legdöbbenetesebb gyilkossága. És kutakodásaim közben ráleltem egy elképesztő dologra. Az ügy egyik főszereplője, Deme Gábor, készített magának egy honlapot. Első bejegyzésében arra kéri honlapja látogatóit, hogy véleményezzék munkáját. Először gratuláltak neki. A honlap fóruma még ma is él. A gyilkosság óta rengeteg hozzászólás érkezett az alapítónak, aki ma már nem olvashatja a kommenteket. Deme Gábor első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott, ahogy a gyilkos lövéseket leadó K. Tamás is. A biztonsági őr legkorábban 40 év múlva, Deme Gábor pedig 32 év múlva szabadulhat. Mondom, ez volt első fokon. A jogerős ítélet április végére várható. Két szemben álló állítás. A két vádlott közül az egyik továbbra is azt mondja, hogy egy csuklyás gyilkos ölt, nem pedig ő. Annak ellenére állítja ezt, hogy ez semmilyen adat vagy bizonyíték nem támasztja alá. Aztán ott van a másik vádlott, az első fokon ugyancsak életfogytiglanra ítél Deme Gábor, aki kitart amellett, hogy ő rosszkor volt rossz helyen, nemhogy kitervelője, hanem áldozata az egésznek.
és ott van a másik oldal, az áldozatok családja, na és a bíróság, amelyik legalábbis első fokon nem hitt a vádlottak ártatlanságában. Ezért is születtek meg az életfogytiglani ítéletek. Van egy asszony, a korábbi csepeli rendőrkapitány, aki ma már több kötetes szerző, aki magánnyomozóként lépésről lépésre követte az eseményeket, és könyvet írt, amelyik hamarosan megjelenik. Itt van velem a stúdióban Vágó Imréné. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. A magyar sajtó többször is leírta, hogy a csepeli iskolai kettős gyilkosság a magyar kriminológia történetének egyik legvéreskezőbb gyilkossága volt. Osztja ezt a véleményt? Igen, teljes egészében egyetértek, sőt, egy egyedülálló eset, tekintettel arra, hogy az egész gyilkosságot, a teljes folyamatot hangrögzítés megörökítette. Egy diktafon volt a fiatalabb áldozat zsebében. Így van, így van. A visszalőttek ugyanazzal a fegyverrel mentek és éltek, mint amit a Deme Gábor korábban alkalmazott, hisz köztudott volt Csepel szerte, hogy Deme Gábor minden találkozójáról hangfelvételt készít. Készülve erre Takács úr úgy gondolta, illetve Takács úr családja, hogy vigyenek ők is magukkal egy diktafont, amin felveszik a várható eseményeket, pontosabban a találkozó menetét. Ön csepeli rendőrkapitányként, vagy mondhatom azt csepeliként, ismerte az áldozatokat is, és ismerte a vádlottakat is. Gyakorlatilag az ügy összes szereplőjét személyesen ismerte. El tudta volna a vádlottakról képzelni, hogy ezt teszik? Nem, megmondom őszintén, hogy nem. Én mind a négy szereplőt ismertem. Az egyikkel rövid ideig munkakapcsolatom is volt. És milyen furcsa az élet az egyik elkövetővel. Annak ellenére, hogy úgy gondolom, elég mélyen megismertem az ő egyéniségét, habitusát, azért ezt nem feltételeztem volna róla. Csak tippelni tudok, kizárásos alapon biztonsági őrről van szó? Így igaz. Miért van az, mondja el nekem, hogy az áldozat családja, az egyik áldozat családja, Takácsné Marika és Takács Mónika, miközben pontosan tudják, hogy az ítéletben az szerepel, hogy K. Tamás biztonsági őr lőtt, szinte egyáltalán nem foglalkoznak vele évek óta. Őket csak és kizárólag Deme Gábor érdekli. K. Tamásnak nem volt igazándiból indítéka, oka arra, hogy ezt a cselekményt végrehajtsa. Ő meggyőződésem, és én is arra a véleményre jutottam, hogy ő egy végrehajtó volt, egy meghosszabbított kéz. Akinek itt érdeke fűződött ahhoz, hogy ez a nem kívánatos esemény beteljesedjen, az D. Gábor volt. Ön magánnyomozóként végigkísérte az elmúlt négy év gyakorlatilag minden lépését. És az utolsó pont legalábbis egyelőre az elsőfokú ítélet. Az elsőfokú ítélet szerint életfogytig tartó fegyházat kapott mindkét vádlott, az egyik 40, a másik 32 év után szabadulhat. Ezzel az ítélettel ön elégedett? Ugyanazt mondja, mint az ön magánnyomozásának eredménye? Tekintettel arra, hogy a két elkövető szerepét, ha vizsgálom, és amire én jutottam, fordítottnak kellene lenni egy igazságos ítéletnek, hisz Deme Gábort tartom én a felbújtónak, akinek a ötletére, kérésére, és nem tudom még meghatározni igazán, hogy milyen indítatására követte el, kvázi mint végrehajtó, K. Tamás ezt a szörnyű tettet. Ezért mondja azt egyébként az özvegy jelenleg is, hogy ő igazándiból arra vár, hogy egyszer végre derüljön ki a teljes igazság, szólaljon meg K. Tamás, és a teljes hátteret sikerüljön egyszer mindenkorra felszínre hozni, kideríteni. Nézem az ítéletet és a személyes adatokat, ebben az szerepel, hogy K. Tamás 52-53 éves volt az elkövetés pillanatában, tehát hogyha 40 év múlva szabadulhat legkorábban, akkor 92-93 éves ember lenne, ami szinte olyan, mintha tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést kapott volna. Mondja ön szerint, hogyha elmondaná a teljes igazságot, ami nem annyira terhelő rá, és azt mondja, hogy más bújtotta föl, akkor mennyivel kaphatna kevesebbet? Meggyőződésem, hogy egy 20 év körüli ítélettel meg tudná ezt úszni kvázi, tehát nem hiszem, hogy többet szabna ki a bíróság, hisz neki nincs más szerepe, ő csak egy végrehajtó ebben a
gyilkosságban. És az nem mindegy, hogy valaki 92 évesen jön ki, ha kijön egyáltalán, vagy 72 évesen még. Szabadlábra kerülhetne. Vágóné Marika, köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt. És most egy pillanatra megszakítjuk a történetet. Van ugyanis egy kiváló fotós kollega, aki azon az estén teljesen véletlenül egészen különleges dolgokat fényképezett. Veres Viktor a Blick munkatársaként nagyon gyorsan a helyszínen volt. Fotósorozatot készített az akkor még hősnek hitt biztonsági őrről, K. Tamásról, aki belenézett a kamerájába. Viktor éppen akkor fotózta el az egyik áldozatot, Takács József lányát, amikor az megtudta, hogy édesapja halott, és Veres Viktor egy fényképen megörökítette a még szabadlábon lévő, a helyszínen aggodalmaskodó Deme Gábort, akit később a bíróság ugye életfogytig tartó fegyházra ítélt. Most ismerjék meg a fotóst és az ő csepeli történetét. Hello! Szia! Ciao. Veres Viktor, bűnügyi fotóriporter. Szakmájában az egyik legismertebb. A Blick szerkesztőségében vele sétálok. Viktor közel 15 éve nap mint nap bűnügyi témákat fényképez. Ennek ellenére azt mondja, 2009. január 7-ét, a csepeli kettősgyilkosság napját nem tudja elfelejteni. Hogyan tudtad meg, hogy menni kell? Egy informátorom felhívott, hogy Csepelen egy iskolában lövöldözés tört ki, halottak vannak, több sérült. Bármilyen szerencsétlenül is hangzik, amikor egy kegyetlen kettősgyilkosságról beszélünk, de tény, hogy Viktor aznap este szakmai bravúrt hajtott végre, ugyanis az ügy legfontosabb szereplőit tudta lefényképezni. Ezeket a képeket mutatja most nekem. K. Tamást, aki a bíróság szerint két ember tölt meg hidegvérrel, a kórházban fényképezte le. Viktor 2 méterre állt tőle. És mit szólt az, amikor látta, hogy fotózod? Semmit, itt is látszik a képen, hogy gyakorlatilag látta, hogy itt az ablakra oda tettem a fényképezőgépet, nem tiltakozott, ez lehet, hogy tényleg a sok miatt is volt, nem semmi érzelmet nem adtam az arcán, semmi reakció, de eszméleténél volt, tehát forgatta a fejét. Az elsőfokú ítélet szerint Deme Gábor volt a gyilkos bűnsegédje. Őt azon az estén Veres Viktor véletlenül fotózta le. Úgy emlékszik, csak azt látta, hogy valakit hoznak ki az iskolából a rendőrök, hát gyorsan kattintott néhányat. Lényegében akkor ez Deme Gábor utolsó szabadlában töltött pillanata. Igen, valószínű, mert ugye aznap este őrizetbe vették. Viktor az iskola előtt készítette el az este legdrámaibb képsorozatát is. A megölt intézményvezető Takács József lányát pont akkor fotózta le, amikor Mónika megtudta a rendőröktől, hogy édesapját kivégezték. Tehát az a pillanat, amikor kitör belőle a lopogás. Tisztán lehetett hallani, pedig itt egy olyan 30 méterre voltunk tőle, és tisztán lehetett hallani. Láthatja azt, hogy egy magában állott a gyászával, tehát itt a magára maradtság. Ugye elvesztek az édesapját, hogy kicsit azt próbáltam meg érzékeltetni. Miközben nézzük a megrázó képeket, azt kérdezem, nem rossz érzése valakinek az élete legszomorúbb pillanatát lefényképezni? Ott a helyszínen igazából az ember nem nagyon mérlegel, meg hát idősén is ugye a fényképezés a pillanatművészete, tehát most ott nem állhat meg az ember moralizálni. Persze utána este, azt mondja nekem Viktor, alig tudott aludni, annyira felkavarta a helyzet. De nem tudjuk tovább nézegetni a képeket, csöng a telefon, Viktort várja egy új helyszín, fogja a gépét, mert menni kell. Látták Viktor fotóit Takács Mónikáról. A fiatal asszony, amint meghallotta, hogy lövöldözés történt a Csepel-sziget iskolánál, azonnal a helyszínre rohant. Ott tudta meg, hogy az egyik áldozat az intézményvezető, az ő édesapja. És itt jött egy döbbenetes pillanat. Mónika arról értesült a helyszínen, hogy egész Csepelen azt a bizonyos csuklyásgyilkost keresik, és ekkor a lány azt kiabálta a rendőröknek, hogy ne őt keressék, Deme Gábor tartóztassák le. És a stúdióban itt van velem Fodorné Takács Mónika és édesanyja Takács Józsefné, aki azt mondta nekem, bármi történt is, ő nem fog özvegy Takácsnéként bemutatkozni. Régóta ismerjük egymást, a hétköznapokban tegeződünk, különös volna most a kamerák miatt változtatni ezen, most sem fogunk magázódni. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönöm a meghívást. Hogy vagytok? Nem jól. Több mint négy év telt el, és még nem tudtam eltemetni a férjemet. Hogy nem tudtad eltemetni? Lelkileg nem tudtam eltemetni. Másfél évig tartott a nyomozás, másfél évig tartott a bírósági tárgyalás, amelyik minden egyes tárgyalási napon ott voltam. Most idézzük fel, hogy pontosan mi történt azon a napon. Délután édesapád azt mondta, hogy el kell mennie, mert találkozik, de meg Gáborral. Hazajött, későn jött haza. Amíg együtt éltünk, ilyen fáradtnak még nem láttam.
és mondta, hogy vissza kell menni az iskolába. Leült, még egy kávét kért, és még életlen feleltem el, még a kávés bögrét is úgy tartott, hogy majdnem kiömlött, mert annyira fáradt volt, és annyira a számom volt, hogy ne menj el, és még élek, bánom, hogy nem mondtam. Igaz, hogy hiába mondtam volna, elment volna. A tantestület aláírásával itt egy levél, amit a tantestület fogalmazott meg, és az van benne, hogy Deme Gábort kis Hitlernek hívják, sorolják, hogy hány gyereket igen. vert meg, hány gyereket igen. fenyített meg, milyen módon alázott meg embereket. Ezt az intézményvezető Takács József nem tudta? Az az igazság, hogy nem, mert az a feladat, amit ők csináltak, az ketté volt osztva. Deme Gábor volt az igazgatója az iskolának, és apu pedig az intézményvezetője. Az az igazság, hogy a Jóska abban azért bement nyugdíjba. Szeptembertől volt igazából az iskolába, addig nem is volt helye. És helyileg nem is volt ott az első években, az első évben. Igen. Milyen volt a légkör az iskolában? Hát feszült. Például az egyik tanár mondta, hogy eltűntek néhány bizonyítvány, és hogy most mit csináljunk, mondom, menjél fel azon a lapóhoz. És teljesen meg volt rémülve, mondom, de nyugodtan mondd el neki, hogy történt, mint történt. Tehát úgy éreztem akkor már, hogy meg vannak félemlítve. Visszatérünk a gyilkosság napjához. 4 óra 30-nál járunk délután. Takács József elindult tőletek otthonról. Én otthon maradtam, és egyszer csak csörög a telefon, a polgármester hívott, hogy a Jóska hol van. Hát mondom, az iskolába. Azt mondja, hogy baj van. Mondom, mi baj van? Azt mondja, lövöldözés van valamelyik iskolába. Erre felordítottam, hogy Jóska, és akkor mondtam még a polgármester, hogy nem, a Jóska, ne ijedj meg. És letette, de én abban a pillanatban nagyon megijedtem, akkor és akkor lerohantam a Mónihoz, hogy Móni, valami baj van az iskolába. És akkor abban a pillanatban jött haza a Móni férje, a Móni kirohant, beült a kocsiba, és elmentek. Én meg otthon adtam a két gyerekkel, és attól a pillanattól kezdve 5 percenként hívtam a Jóska telefonját, Jóskát, Mónit, Zolit, aki ott volt, mindenkit, hogy mi történt. És csak csörgött a telefon, csörgött, és nem vette fel senki. És amikor odaértem az iskolára, akkor láttam, hogy itt nagyon nagy baj van, tehát akkor már a rendőrség lezárta az iskolát, és akkor már kezdtem érezni, hogy itt már tényleg nagy baj van. És az iskola igazgatója Deme Gábor, bármilyen furcsa is, ott aggódott melletted, Takács József életéért. Még nem volt ott, amikor én odaértem, akkor ő még nem volt ott. Utólag hozták oda, vagy kísértek oda a rendőrök, és én akkor kezdtem neki mondani, hogy mit játszod meg itt magad, valami ilyesmit mondtam neki, ne színészkedjél. És miért mondod azt, hogy ne színészkedjél? Sírt? Meg volt rendőrve? Látszott rajta, hogy minthogyha igen, minthogyha meg lenne rendőrve, és akkor én azt mondtam neki, hogy ne színészkedjél. És akkor emlékszem, hogy kiabáltam neki azt is, hogy te voltál. Egy pillanatra itt most abba hagyjuk a történetmesélést, hamarosan jövünk vissza méghozzá egy megdöbbentő börtöninterjúval. Ahogy hallhatták, Takácsék, bár pontosan tudják, hogy az elsőfokú ítélet szerint K. Tamás, a biztonsági őrlőt, vele szinte egyáltalán nem foglalkoznak. Őket Deme Gábor szerepe érdekli. A volt gazdasági igazgatói, aki mindezt már hallották, nem jogerősen életfogytiglant kapott, leghamarabb 32 év múlva szabadulhat, és akivel a Venyige utcai büntetés végrehajtási intézet 7. emeletén a rácsok mögött találkoztam. Most egy rövid részlet a vele készült interjúból, hamarosan ezzel folytatjuk. A folytatásban perceken belül láthatják a börtöninterjút Deme Gáborral, a vádlottal, aki ártatlannak, sőt áldozatnak tartja magát, aki felmentését kérte, akit ennek ellenére nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéltek. Perceken belül vele folytatom. Azt mondták, hogy az volt a baj, túl jó ember voltam. Deme úr, ön ártatlan? Igen. Most egy pillanatra megszakítom az adást, de csak addig, amíg elmondom, hogy nem csak a gyilkossági ügy volt különleges, hanem maga a tárgyalás is. Számomra egyértelműen az volt a legfurcsább, amikor az egyik ügyvéd azt indítványozta, hogy tanuként hallgassanak meg engem. Mert az ügyvéd úgy érezte, hogy egy bizonyos részletben előrébb járok, mint a rendőrség.
A bírói tanács végül elutasította ezt az indítványt, nem is tehetett másképpen, hiszen én minden egyes tárgyalási napon ott voltam, tehát láttam és hallottam, hogy ki mit mond a tárgyalóteremben. Tanú tehát nem lettem, riporter viszont maradtam, és így interjút készítettem a rácsok mögött a főbűnösnek tartott Deme Gáborral. Ezzel folytatjuk most. Folytatjuk a Csepeli iskolai kettős gyilkosság történetét. Eddig megismerhették a magánnyomozó, az egyik áldozat özvegyének és lányának, valamint a rendőrségnek és a bíróságnak az álláspontját. De ott van a másik oldal, és ott van az ügy kulcsszereplője, aki a vád szerint részese volt a magyar kriminológia történetének egyik legbrutálisabb kivégzésének. Deme Gáborral a rácsok mögött találkoztam. Azt mondta nekem, ő képtelen lenne ilyenben részt venni. Kitart álláspontja mellett, teljesen ártatlannak vallja magát. Sőt, ő maga is áldozat, ezt mondja. Én le akartam leplezni a visszaéléseket. Nem emlékszem, azt tudom, hogy sírtam. Azt mondták, hogy az volt a baj, hogy túl jó ember voltam. Deme úr ön ártatlan? Igen. Budapest, Venyige utcai büntetés végrehajtási intézet. A szigorúan őrzött épület 7. emeletén azt az embert várom, akit addig csak így, kitakart szemekkel, kitakart arccal mutathattunk. Sokszor sokan akarták szóra bírni, korábban én is, hiába. Deme úr volt közel gyilkossághoz? A takargatásnak a csepeli iskolai kettős gyilkosság után 21 hónappal lett vége. Deme Gábor vállalta az interjút. Miért gondolta úgy, hogy most ül kamera elé, hogy most beszél? Egyrészt ügyvéd úr ajánlotta, hogy most már aktuális, másrészt nem engedték, hogy nyilatkozhassak. Elkezdődött az interjú. Rágalom. Rágalom. Ez az a szó, amit Deme Gábor legtöbbször használ az ellene felhozott vádakra. Ez az a bizonyos levél. Mutatom neki a levelet, mely szerint kollégái a háta mögött kis Hitlernek hívták, amely szerint gyerekeket vert, embereket félemlített meg, és terrorban tartotta környezetét. Erre és sok minden másra is ugyanúgy felel. Rákolom. Aztán a beszélgetés különös fordulatot vesz. Deme Gábor fenyegetőzésről, zsarolásról, kényszerről és egy sor mások által elkövetett gazdasági bűncselekményről beszél és keményen viszont vádol. Vádolja a rendőrséget, vádolja az ügyészséget, meggyanúsít csepeli politikusokat, és ami igazán megdöbbentő, a legsúlyosabb vádakkal éppen a megölt intézményvezetőt, Takács Józsefet illeti. Hogy pontosan mik ezek a vádak, azt nem mutatjuk. Azért nem, mert Takács József már nem tud ellenük védekezni. Ugrunk az időben, nézzük át még egyszer röviden mindazt, amit a gyilkosságról eddig tudunk. És nézzék, hallgassák meg mindazt, amit az első fokon életfogytiglanra ítél Deme Gábor mindenről mond. Ami biztos, a Csepel-sziget általános és szakképző iskolában 2009. január 7-én este 6:30 körül lövések dördülnek. Arra a napra Deme Gábor találkozót beszélt meg az intézményvezetővel, Takács Józseffel. Az intézményvezető azt kérte Demétől, hogy adja le az iskola tulajdonában lévő eszközöket. Demével tartotta korábban kirúgott portás K. Tamás, K. Józseffel pedig egy fiatal tanár, Papp László. És innen jöjjön Deme Gábor, szóval hangsúlyozottan az egyik gyanúsított verziója. Hogyan jellemezni ön ezt a tárgyalást? Nyugodt volt, feszült volt, ingerült volt? Teljesen nyugodt, nem, semmi, teljesen nyugodt baráti beszélgetés volt. A később megtalált diktafon hangfelvétele alapján tényleg békés volt a beszélgetés, például így kezdődik, halihó, szép jó estét. Aztán 12 perc 13 másodpercnél elhangzik az első lövés. Erről jöjjön Deme Gábor verziója. Kiléptem az irodából, ekkor éreztem egy lökést, vagy nem tudom mit a hátamon, tarkomon, előre buktam egy picit, elejtettem, ami a kezembe volt, a táskám volt a kezembe, és egy óriási robaj volt, egy olyan, amit addig nem is hallottam. Ön akkor azonnal tisztában volt vele, hogy nem. K. Tamás lőtt? Nem, nem is tudtam, hogy mi történt. Ön tudta-e azt, hogy K. Tamásnál van fegyver? Nem. A diktafon szerint Papp László 44 másodpercen keresztül könyörgött az életéért, miközben K. Tamás utasítgatja és többször is megnyugtatja a fiatal tanárt, hogy nem lövi le. Deme Gábor azt mondja, hogy ő ekkor éppen menekülni próbált, de zárva találta a földszinti bejárati ajtót. Láttam, hogy egy fegyver, a Laci kiabál, én akkor lerohantam a lépcsőn a földszintre és próbáltam kimenni az épületből. Nem jutott eszébe, hogy esetleg megpróbál segíteni? Hiszen tudta, hogy Papp László biztos, hogy életben van. Onnantól kezdve, hogy én megláttam a pisztolyt, előtte az a dörrenés, onnantól kezdve egy olyan állapotba kerültem, amiben soha nem voltam még életemben. Nem tudom elmondani, milyen az az állapot.
könyvekben nem olvastam ilyet, nem hallottam ilyenről, zúgott a fülem, homályosan láttam, kezem, lábam remegett, elestem a lépcsőn, miközben jöttem le. Lent az ajtóba belerúgtam ugyan, hogy hát, ha kirúgom az üveget, de hát nem volt erő már a lábamba. És most arra már nem emlékszem pontosan, hogy mikor, vagy a lefele a lépcső második felében, vagy fölfele, a lépcső aljánál ott hallottam újabb két lövést. Ekkor ölte meg K. Tamás Papp László tanárt. Valószínű. Ön látta a holtesteket? Nem. Ön nem tudott kijutni az épületből? Nem tudtam kijutni az épületből, és visszaindultam fel az emeletre, ahol nyitva volt a folyosóablak, illetve... De a gyilkosság után, miközben tudja, hogy két embert megölnek, ön elindul visszafelé oda, ahol a gyilkos áll? Ott a vészkijárata az iskolának. Azon az emeleten. De ott a fegyveres ember is, aki lelőhet. Nem gondolkodtam. Nem jutott az eszébe, hogy önnél van egy mobiltelefon, elrejtőzik a WC-be, hívja a rendőrséget, azonnal jöjjenek. Nem, nem az, az volt, hogy elinnen menekülni, és próbáltam kiabálni, de a hang se jött ki a torkomon, hogy... És elindul visszafelé a gyilkos irányába. Föl a lépcsőn. Ahol ekkor állnak, biztonsági kamerák rögzítenek mindent. Ha K. Tamás fegyvert fog Deme Gáborra, azt is. Ha Deme Gábor, ahogy mondja, az életéért könyörög, akkor azt is. És ekkor a börtöninterjú ismét meglepő fordulatot vesz. Deme Gábor megkérdőjelezi azt, ami a nyomozás adatai szerint teljesen egyértelmű. Deme egyáltalán nem biztos abban, hogy a biztonsági őr a gyilkos. Mondja meg nekem, ön szerint Tamás miért nem lőtte le önt? Hiszen ön egy tanú. Hiszen ön el tudja mondani a rendőrségnek, hogy Tamás a gyilkos. Igazából nem tudom, nem láttam, hogy mi történt az irodában. Ma már az adatokat elnézve néha afelől is kétségem vannak, hogy ő lőtte. Tehát ön nincs 100%-ig meggyőződve róla, hogy a pedellus lőtt? Akkor utána a rendőrségen meggyőztek róla 100%-ig, még aznap éjszaka. Ma már az aktát elolvasva, az iratokat átnézve nem vagyok meggyőződve. Takács József és Papp László halott, ön menekülni próbál, K. Tamás áll ott, és fegyver van nála. Fegyver van a kezében, és ő retteg. Hát ki lőhetett még? Én akkor nem gondoltam ezen. Én is ezért mondtam azt a rendőrségen, hogy mai napig mondom, nem láttam mást az épületben, de azt nem állíthatom, hogy ő lőtt. Eleve, mint amennyire megismertem, nem is feltételezem róla, mint emberről. Az iskola emeletén villámgyorsan követik egymást az események. A biztonsági őr megsebesíti magát, majd berúgja a számítógépe szoba ajtaját. Deme Gábor saját elmondása szerint fenyegetés hatására letépi a biztonsági kamerák képeit rögzítő szervert a zsinórjairól. Deme azt mondja, azt az utasítást kapta a pedellustól, hogy tüntesse el azt. Deme Gábor kezében a biztonsági kamerák képét tartalmazó géppel kiút az épületből, kocsiba vágja magát. Nem megy a rendőrségre, hazamegy. Fölrohantam a lakásba a géppel, és hogy kezembe fogtam a telefont, és lefölrohangáltam a lakásba, hogy mit csináljak. Azt vártam minden pillanatban, hogy valaki rám töri az ajtót, és lelő. Miért nem hívta azzal a bizonyos telefonnal a rendőrséget, nem tudom, hogy jöjjen? Nem tudom megmondani. A számítógépen rajta voltak ugye a biztonsági kamera képei. Igen. Az a biztonsági kamera képei az ön verziója szerint az ön ártatlanságát bizonyítják, de ön nem megy el a rendőrségre, nem megy el a Teve utcába, nem jelentkezik a hatóságoknál, hanem fogja és úgy eldobja, hogy a mai napig nem tudják, hogy hol van. Akkor én menekültem. Tehát én említettem, hogy az első lövéstől tudatos cselekvés nagyon nem volt. Deme Gábor tehát szétszedi a gépet, és ismét kocsiba ül. Azt mondja, először a Dunába akarta dobni a számítógép részeit, aztán mégis egy kukát választott. Saját elmondása szerint rettegett. Elindultam a kocsival, akkor jött az, hogy nem, most fognak lelőni, ha ez nálam van, és akkor jött az, hogy dobjam a Dunába. Elindultam a kocsival, de a következő kukánál megint megálltam, és kidobtam oda, mert annyira rettegtem. És akkor volt egy pici megnyugvás, mikor nem volt nálam, hogy nem tudnak miért felelősségre vonni a gyilkos, hogy miért van ez nálam, hogy megölt. Ez volt az életbiztosításom, hogy eltüntetem. Deme úr, ön azt mondja, hogy félt K. Tamástól, vagy attól a gyilkostól, aki ott lőtt. De nem félt elmenni a helyi hipermarketbe tejet inni. Teljesen kiszáradtam, próbáltam menekülni, elindultam, mentem a kocsival, fogtam a telefont néha a kezembe, hogy akkor most föl kell hívni valakit, valakinek el kell mondani, és készültem a halálra. Ekkor valahogy oda keveredtem a helyi hipermarkethez, bementem, végül egy ásványvizet vettem, és közben hívott édesapám, hogy ott vannak a lakáson a rendőrök.
Deme Gábort a rendőrök visszaviszik az iskolához, majd hamarosan őrizetbe veszik. Előadott verziójának, mely szerint ő teljesen ártatlan, a nyomozóhatóság nem hisz. A gyilkosság estéjétől a mai napig előzetes letartóztatásban van. Milyen az az ítélet, amibe belenyugodna, nem fellebbezne és elfogadná, és azt mondaná, hogy ez reális? Az életellenes ügyben az, hogy mentsenek fel. Nem követtem el, ilyen borzalomra nem vagyok képes. Életemben gyűlöltem az erőszakot. Továbbra is itt van velünk Marika és Mónika, akik hallották, hogy mit mondott Deme Gábor. Gyakorlatilag ártatlannak, sőt áldozatnak tartja magát. Mit szóltatok ehhez? Tudod, amikor valaki igazat mond, elmond egy történetet, akkor egy év múlva, két év múlva is ugyanúgy, én is ugyanúgy el tudom mondani szóról-szóra azt a fél évet. Deme Gábornak egy pár vallomását hallottam, és mindenhol mást mond. Mert már szerintem azt se tudja, hogy mit mond. Volt-e, Mónika, egyetlen olyan pillanat, amikor azt mondtátok, hogy lehet, hogy Deme Gábornak igaza van? Nem, soha. Egyetlen egy pillanat. Jóska nekem mindig azt mondta, hogy mindig tudom, hogy mikor hazudik, mert látom a szemén. Akkor nem néz a szemén, amikor hazudik. Mégis különös az, hogy ennek a gyilkosságnak két vádlottja, két első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt, egyelőre első fokon elítéltje van K. Tamás biztonsági őr és Deme Gábor. Ti csak és kizárólag a másodrendűvel foglalkoztok, és egyáltalán nem foglalkoztok azzal az emberrel, aki meghúzta a ravaszt. Igen, ez azért van, mert biztosak vagyunk abban, hogy Deme Gábor volt ennek az értelmi szerzője, és K. Tamás pedig a kivitelezője, ezt csak így tudom mondani. Azt látom, hogy iszonyatos indulat van bennetek. Van. Deme Gábor irányában. Igen. De ez az iszonyatos indulat megvan az ember felé is, aki lőtt, K. Tamás felé is? Az felé is természetesen megvan, mert aki embert öl, az a természetrendét borítja fel, és az nem ember. Annak idején, amikor megkérdeztem tőletek, hogyha lenne lehetőségetek, hogy hozzám hasonlóan hogy leüljetek és beszéljetek Deme Gáborral, akkor Marika azt mondta nekem, hogy nem. Semmiképpen, Mónika pedig azt mondta, hogy igen. Nem. Mi a kettőtök közti különbség? Azért, miért? Én tudom, hogy hazudik. Egyszerűen az ember szemébe hazudik. Én beszélgetnék vele, hogy ezt ő most hogyan gondolt, amit gondolt, vagy egyáltalán miért. És ez a kérdés, ez a miért, ez szinte az egész 4 év alatt, ez mindig ott van, és válasz sosincs rá. Mit kérdeznél tőle? Hogy jutott el idáig, hogy erre? Betemedjen, hogy ezt kitalálta, hogy ennek így kell lennie, hogy más út nem volt. Magát a gyilkos lövéseket leadó K. Tamás 40 év múlva, Deme Gábor 32 év múlva szabadulhat. Ez az ítélet valamennyire segített feldolgozni a tragédiát? Nem segített feldolgozni, de megérdemlik. Aki embert ölt, az igenis életfogytiglani büntetést érdemel. Ez igaz, de azért annyi megnyugvás van, hogy megérdemelt büntetésüket kapták, az életfogytiglant. És hogyha már az ítéletről beszéltünk, itt egy pillanatra megakasztjuk a történetet, a csepeli kettős gyilkosság dossziéja az ügyvédek csatájáról is szól. Mondhatom, talán azt is, hogy a sztárügyvédekéről. Az egyik oldalon Rutner György, a másik oldalon a családot képviselő Magyar György. Az egyik évek óta mindig minden alkalommal elmondja, hogy Deme Gábor ártatlan és rosszkor volt rossz helyen. Másikuk biztos benne, hogy Deme Gábor bűnös és megérdemli az élethosszig tartó súlyos fegyházbüntetést. Készítettünk egy rövid összefoglalót, most nézzük az ügyvédek álláspontját. Az ügyön dolgozó ügyvédek igazi nagy halak, közkeletű szóhasználattal azt is mondhatnám sztárügyvédek. Deme Gábor védője, dr. Rutner György az elmúlt években következetesen azt mondta, hogy Deme teljesen ártatlan. Nekem meggyőződésem, hogy Deme Gábor áldozata ennek az ügynek. Dr. Rutner György soha nem mondott mást. Szerinte a bírósági tárgyalás során egyértelműen bebizonyosodott, hogy védencének nincsen köze a gyilkossági ügyhöz. Ezért már az első fok előtt is a felmentésben bízott. A gyilkosságban való bűnsegédi magatartás vonatkozásában felmentő ítéletre számítok, semmilyen bizonyíték nem támasztja alá az ő bűnösségét, és semmilyen bizonyíték nem cáfolja azt, amit ezzel kapcsolatosan ő végigállított, nevezetesen, hogy rosszkor volt rossz helyen, és ő is majdnem áldozata lett ennek a cselekménynek. Védő után védő, ezúttal a Takács családé. Marika és Mónika egy másik sztárügyvédet, dr. Magyar Györgyöt kérte fel.
A büntetés vonatkozásában meggyőződésem, hogy a bíróság mindkettőjüknél a legsúlyosabb szankciót kell, hogy alkalmazza. Magyar György Rutner kollégájától homlokegyenest eltérően meg van győződve róla, hogy Deme Gábor igenis bűnös, így az elsőrendű vádlotthoz hasonlóan ő is a legsúlyosabb büntetést érdemli. Rendkívüli hidegvérrel történt, ami történt. Rettenetes olvasni azt az anyagot, ami arról szól, hogy már egy lelőtt embert még egyszer lelőnek, és hogy egy másik lelőtt embernek a vérébe belelépnek. Ilyen elkövetés, ilyen magatartás elfogadhatatlan, tűrhetetlen, és biztos, hogy tükröződni fog az ítéletben. Az elsőfokú ítélet tehát a vádlottak bűnösök, a büntetés pedig életfogytiglan mind a két vádlott esetében. K. Tamás 40, Deme Gábor pedig 32 év múlva szabadulhat legkorábban. De nem győzöm hangsúlyozni, ez még csak az első fok. A jogerős ítélet egy hónap múlva várható. És a legfrissebb, adásunk felvétele után Deme Gábor ügyvédet váltott, már nem Rutner György védi Demét. Hogyan látja a gyilkosság történetét az ügyet jól ismerő kriminálpszichológus? Bilkei Párról van szó, aki egész életét annak szentelte, hogy megértse, miként működik a gyilkos elme. Riporterünk Kőrösi Gábor őt kereste fel. Minden előzmény nélkül elővette a fegyverét és közvetlen közelről bal halántékon lőtte. Ezt a mondatot percekig nézem, előttem a 181 oldalas ítélet. Felkavaró mondatokat olvasok, próbálom megérteni, hogyan tudtak a gyilkosok ilyen hidegvérrel ölni. Bilkei Pál kriminálpszichológushoz megyek. Gondoljon egy munkahelyi konfliktusra. Amikor odaérek, a szakember éppen egy biztonsági őrrel töltett ki egy pszichológiai tesztet, amelynek az a tétje, hogy a férfi kaphat-e fegyvert. Furcsa ez a véletlen, hiszen K. Tamás éppen biztonsági őrként egy engedély nélkül tartott fegyverrel ölt. A pszichológus szerint K. Tamás megbukott volna a vizsgálaton, mert könnyen befolyásolható volt. Ő minden helyzetben fölrakja a kezét, és ahogy akarod, úgy csinálom. Tehát nincsen benne az a fajta önálló magatartás, hogy végig gondolom a helyzetet, és azt mondom, hogy na, ezt nem. Aztán leülünk, és most már ketten olvasunk bele az ítéletbe. Bilkei Pál szerint nem meglepő, hogy a vádlottakon nem látszott, gyilkosságra készülnek. Ez azt jelenti, hogy elfojtom az indulataimat. Palástolom az indulatokat, mind a kettőben ott van a feszültség. De igyekszem a másiknak azt mutatni, hogy ha én ezeket meg tudom csinálni, és nincsen bennem se félelem, és nincs bennem semmi olyan dolog, ami megakadályozhatná ezt az eseményt. A kriminálpszichológus azt mondja nekem, hogy az iskolában bent már nem volt semmilyen kontroll a gyilkosok agyában. Ez egy indulati cselekvésben. Itt már nem számít a logikus gondolkodás, hanem valahol furán hangzik ez a dolog, mintha visszamennének egy gyerekkorba. Pontosan úgy kezdenek el viselkedni, mint a gyerekkorba. A bíróság szerint Deme Gábor a gyilkosság után elment egy hipermarketbe tejet venni. K. Tamás pedig azt hazudta, hogy egy símaszkos ismeretlen volt a támadó. Bilkei Pál azt mutatja, hogy a pszichológia ezeket a viselkedéseket poszttraumás szindrómának hívja. Benne van egyfajta abban a pillanatban föllépő védekezés, hogy én nem is tettem ezt, ez nem igaz, ez nem történhetett meg. Első fokon mindkét vádlott életfogytiglani börtönt kapott, K. Tamás leghamarabb 40, Deme Gábor 32 év múlva szabadulhat. Marika, Mónika, nem titok, hogy heteken belül megszülethet a jogerős ítélet. Mit vártok az ítélettől? Elégedettek lennétek, hogyha helyben hagynám mindazt, amit az első fok megállapított? Persze, mindenféleképpen. Azt várom, arra várok, hogy végre pontot tegyenek a ítéletre, hogy végre el tudjam temetni a férjem, hogyha kimegyek a temetőbe, azt tudjam neki mondani, hogy nyugodj békébe. Tudod, mi a másik, ami iszonyúan felkavart az utolsó tárgyalások egyikén? Nem mentem a közelükbe, mindig igyekeztem távol tartani magamat tőlük, de akkor véletlenül benéztem abba a kis előtérbe, és ott beszélgetett az ügyvéddel, a Deme, és nevettek. Na, akkor kiakadt a cérna, akkor úgy olyan berontottam, és elkezdtem kiabálni, sírva, hogy hogy a csodába tudtok nevetni, mikor én 4 éve már nem tudok nevetni. Mónika, neked milyen volt viszont hallani, vagy viszont olvasni mindazt, ami ott akkor abban a teremben elhangzott? Hát nagyon szörnyű volt. A leíratban is az van, hogy apu szinte be se fejezte a mondatot, amikor a lövés eltördült.
A másik, hogy ebben a jegyzőkönyvben benne van, hogy négyen beszélgetnek, tehát biztos, hogy Deme Gábor nem hagyta el a helyszínt, mint ahogy ugye ő állítja, hanem igenis ott volt és végignézte. Marika, te nekem azt mondtad nem olyan régen, hogy te tulajdonképpen szintén egy halott ember vagy, aki... Igen, én addig, ez azt tudja megérteni, aki átélte ezt, hogy amikor a Jóska meghalt, az én életemnek is vége volt. Abban a pillanatban én is meghaltam. Tudod, nagyon érdekes, hogy előtte való években meghalt a Jóskának a szülei, az én apukám, és akkor egyszer mondtam neki, hogy Jóskám, hogy működik a mosogatógép? És akkor megjegyezte, hogy minek kell neki azt tudni. És mondtam neki, hogy hát talán azért, ha én nem vagyok, akkor tudjad. És akkor megfogta a kezem, és azt mondta, hogy azt hiszed, hogy tudnék nélküled élni. És akkor én azt mondtam neki, miért azt hiszed, hogy én tudnék. És itt van 4 év elmúlt, és én nem érek, én csak vagyok. És ezt csak azt tudja megérteni, aki átélte, mert a halál önmagában is egy iszonyú dolog. Azt felfogni, hogy egyik pillanatban ott van, és azt mondja, hogy óra múlva jön, és másik pillanatban nincs, azt épp észre nem lehet felfogni. Épp észre nem lehet felfogni, hogy ember, embert öl, az nem ember. Az valami, bocsánat a kifejezésé, de valami. Embert ölni bűn, és a büntetés meg kell, hogy kapja. Ez a büntetés pedig legalábbis első fokon, az elsőfokú bíróság szerint mindkét esetben, mindkét vádlott esetében életfogytig tartó fegyház büntetés, és most következik a másodfokú ítélet, illetve a tárgyalás. Oda is elmentek? Persze, mindenképpen. Elmegyek. Ott kell, hogy legyek nekem ez a Jóska felé is a kötelességem. Mi 39 évig, 40 évig éltünk együtt. Ő mindig mellette volt mindenben, az a minimum, hogy én ott tegyek. Elmegyünk, én is ott szeretnék lenni. Mónika, Marika, nagyon sok erőt kívánok nektek, és ha lehet, megnyugvást. Hát eddig tartott az Oknyomozó Report műsor, amely az iskolai kettős gyilkosság szomorú évfordulóján került adásba. Ahogy az adás során többször is elmondtam, ezek a beszélgetések még az elsőfokú, tehát nem jogerős ítéletek után születtek. A másodfokon eljáró bírói tanács végül is megváltoztatta, súlyosbította az egyébkénti szigorú verdikteket. Az életfogytig tartó fegyházbüntetések maradtak. Ugyanakkor Deme Gábor 32 év helyett 36 év után szabadulhat először. Feltételesen jó magaviselete esetén. Kun Tamás tehát a tényleges gyilkos ügyében viszont ezt a lehetőséget is eltörölte a bírói tanács, ő a rácsok mögött fog meghalni. Hát ez volt a Csepel dosszié. Én Vujics Tvrtko vagyok. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Isten nyugosztalja az ártatlan áldozatokat.